láthatjuk, hogy kézjelekre dolgoznak ezek a kutyusok, az Arzi segítségével. Nyilván, hogy zavaró az a zene, zavaró az, amit én mondok, és az is, hogy sokan nézik. De ezt elfogadjuk nekik, hiszen ez a hobbi, nem egy világbajnokságra készültünk, hanem a hobbinkra, és a hobbinkban jó kell, hogy magunkat érezni. De a hobbit azért rendesen kell csinálni, tehát nem úgy van ez, hogy egyszer csak előveszem egy ilyen bemutatóra, hanem ez napi gyakorlás, rutin, folyamatosan mindig gyakoroljuk ezeket a dolgokat, amit most itt megmutatunk. Egy kis láb között szlalomozás, az nagyon jó akkor, amikor nincs elég akadály. Középfokú van haladó, felsőfokú, van flyball, van agility, van nyomkövetés, van őrzővédő, van kölcsönkutyás gyerek tanfolyam, van behívó tanfolyam, amikor nem jön vissza a kutyája a gazdőnk, és az egyetlen probléma, hogy visszajöjjön. Nagy terpeszter már megy a kutya. Nagy terpeszter, ez az. Az, aki rudult nadrágban van. Kicsit, aki rövid nadrágban van, az jobban jár. Kicsi szélsebesen lefűzi az akadálytól. Remek, mögöttem egy dió. Plusz megy a kúszó folyosóba. Nagyon ügyesen állják a gyerekek ezt a dolgot. Azért szeretünk gyerekekkel dolgozni, mert nem kell titelni az akadályokat. Nézzük meg a másik kúszó folyosót is azért. Ha persze, menjen be oda és ott is vigyel a sort, nem probléma. Alig várják a gyerekek, hogy a sort... Kicsit nehezen fér el, és megvan! Szuper, jól van!